megtiszteltetés számomra, hogy az egyetemen ismét vállalkozó kedvű hallgatókat köszönhetünk. A Győr-Moson-Sopron megyei kereskedelmi és iparkamara győri térségi elnöke köszöntötte a Széchenyi Egyetem hallgatóit a Kamara a Vállalkozásokért tantárgy nyitó kurzusán. A szervezet 2011 óta fél évente hirdeti meg a képzést, melynek célja, hogy a fiatalok minél szélesebb körben betekinthessenek a vállalkozói lét rejtelmeibe. A vállalkozói létnek a megismerése elsősorban a célja a hallgatók körében. Nem az a célunk, hogy minden hallgatóból vállalkozó legyen, hanem megismertessük őket azokkal a kihívásokkal, azokkal a szerepkörökkel, felelősségi kompetencia területekkel, amik egy vállalkozói léthez csatlakoznak. Európai Vállalkozás Fejlesztési Díjas tantárgy vagyunk, 2021-ben nyertük el ezt a címet, folyamatosan minden fél évben meghirdetjük. És minden fél évben rendkívül gyorsan elfogynak a helyek, idén 43 hallgató jelentkezett a kurzusra. Alapvetően nem az a szervezők célja, hogy nagy csoportos létszámmal menjen a tantárgy, inkább azokat célozzák, akik tényleg éreznek inspirációt a téma iránt. Általában a hallgatók körében az a célunk, hogy a műszaki tudományi karban a logisztika, gépész, járműmérnök hallgatókon kívül gazdálkodás, menedzsment és turizmus, vendéglátás szakos hallgatók is fölvehetik ezt a tantárgyat. Ha pedig felveszik, azzal számolniuk kell, hogy a fél év során egy komoly feladatot is teljesíteniük kell. Ehhez azonban segítséget is kapnak. 13 mentor, vagyis 13 vállalkozás vezető fogja a hallgatók kezét munkájuk során. Ennek a kurzusnak az a specialitása, hogy mentorokat vonunk be az előadásokba, ami azt jelenti, hogy a fél év során egy kötelező feladatot kell elvégezniük a hallgatóknak. 13 mentor vállalkozás vezető csatlakozott ehhez a programhoz ebben a fél évben is, akikkel közösen a hallgatók kézen fogva meg tudják csinálni a fél év során az üzleti tervet. Az Európai Vállalkozás Fejlesztési Díjas kurzus idei témáját is egy aktualitás adja. Ebben a szemeszterben az energiahatékonyságon és a vízpart közeli vállalkozások létrehozásán lesz a fő fókusz.